Ugye a Munkács Egyház megyének több mint 400 egyházközsége van, és több mint 350 papja. Ahhoz, hogy egyrészt a papság megismerje egymást, másrészt, hogy nagyon fontos az, hogy közösségi élmény legyen. Egyrészt a közös imádkozás, az összetartozás, aztán a közös problémáknak a megoldása, hisz Kárpátalja egész területére kiterjed a munkácsi püspöknek a joghatósága, és hát a Rahó meg Ungvár között nem csak kilométerbeli távolságban, úgy gondolom, hanem egyrészt az útjaink miatt ez a néhány kilométer szinte akár hányszorosára is megnő, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a probléma emberi hozzáállásbeli különbségek is óriásiak az egyházközségeink között. Jó dolog az, hogy azokon a helyeken, ahol a görög egyház nem tudott igazából újjáéledni, gondolok itt elsősorban a szláv közösségekre, azoknak a papjai, akik egyrészt gyengébb anyagi, másrészt kevésbé jut nekik ki a papi élményből, találkoznak azokkal az emberekkel, ahol mégiscsak ezek a dolgok jobban működnek, jobban kifejlődtek, a hívek öntudatosabbak voltak, és talán ez egy kicsit erőt ad nekik. A másik dolog, úgy gondolom, hogy a közös imádkozás, az, hogy együtt vannak a liturgián, mégiscsak mindnyájan, akik egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk, valahol ez az imádság összetart bennünket. Összetart arra, hogy ennek vége lesz, és minden, hát valamilyen formában mégiscsak vissza fog zökkenni a régi kerékvágásba, hisz a hegyekből lejött papoknak vissza kell menni a hegyi hívekhez, és ugyanaz folytatódik az életükbe, ami elkezdődött, de hogyha erre van egyfajta bátorítás, mert itt azért a püspök megpróbálja a papságot hát ösztönözni arra, hogy ahogy itt most a liturgiában, a beszédjében is a román atya elmondta, hogy meg kell próbálni az embernek hozzáférhetővé tenni az Isten szavát, az evangélium hirdetését. Hát akkor ér valamit a papságunk, meg minden, hogyha az emberek ebből hasznot merítenek. Elsősorban lelki hasznot, és a lélek, az megerősödött lélek talán a hétköznapnak a nehézségeit jobban tudja átvészelni. Ami ezeket az egyházmegyei papi gyűléseket illeti, mióta Milán püspök a püspök, Attila óta ez sokkal ilyen, hát lehet mondani, szigorúan van véve. Tehát gyakorlatilag a papság számára ez egy kötelező, évente egyszeri program. Mindazon túl, hogy minden papnak két évente legalább egyszer lelki gyakorlaton kell részt venni, ez egy néhány napos ilyen lelki feltöltődés. Minden papnak kötelező részt venni ezeken a lelki gyakorlatokon, de ezeken az egynapos egyházmegyei papi gyűléseken is minden papnak minden évben kötelező itt lenni. Mindig próbálnak valamilyen aktuális helyzethez kapcsolódó körülményeket egy kicsit megmagyarázó, vagy éppenséggel olyan papot meghívni, aki segít az embereknek, a papoknak abban, hogy talán a kihívásoknak jobban tudjanak megfelelni. Aztán ugye a második felébe ezeknek a gyűléseknek rendszerint az aktuális kérdéseknek szokott lenni a megvitatása. Felmerülnek ilyen-olyan egyházközségi problémák, amelyet ugye a papok kérdésként intéznek az egyházmegye vezetősége, püspöke, felnökei felé, és akkor ezeket úgy megválaszolva gyakran vita is alakul ki, gyakran elég komoly viták vannak belőle, hiszen mindenki úgy érzi, hogy neki el kell mondani a saját problémáját. Tehát nyilván ez nem mehet le a végtelenségig, hiszen részleteket mindenkinek végigbeszélni az nem igazán.